up while your feet are stumping. And the jam is bumping. Look ahead, the crowd's jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you'll find out if you do that. Vendégem DJ Nikita és Tiszai Vivien. Sziasztok! Sziasztok! Hát be kell valani, nagyszerű lett a klip, és a zenei képi világa is tökéletes, de azért azt is el kell mondani, hogy ti egészen különös, megragadó jelenség vagytok, külön-külön is, de együtt aztán végképp meséljétek el, hogy hogyan találtatok egymásra. Vivi, mesélj ezt a romantikus sztorit. Volt egy projekt, most nem megyek bele, hogy milyen projekt, lényeg az, hogy mi ott találkoztunk, és ez a munka, ez nélküle, Nikita nélkül folytatódott, de a mi barátságunk ez elég hamar szikrázott. Igen. Szárba szökkent akkor ezek szerint. Igen. Tudod, ez amikor így azt hiszed, hogy már 1000 éve ismered a másikat, mert ez hasonló volt nálunk is, és eljött hozzám dobolni, tanulni a Nikita. Ez teljesen más vonal. Eljött hozzám dobolni, tanulni a Nikita, ott ültünk a próbaterembe, és akkor egyszer csak így a Nikita mondja, hogy figyelj már. Csináljunk már valamit. Hát csináljunk már valamit. Tehát ő DJ-n dobos, hát miért nem csinálunk együtt valami közös projektet, és akkor ez így indult, hogy akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor én dobolok, nyilván, ő pedig nyomja a DJ pulton a zenéket, és akkor ez volt egy éve, találtuk egy ezt éve ki? Egy éve nyáron. Igen. És igen. Kitaláltuk, hogy akkor viszont csináljunk már ehhez egy videót, és elmentünk akkor itt. Na, de ahogy a kérdésedre a válasz, ez egy ilyen nem régiben történő barátságból indult. Te, ha már szóba hoztad a videót, akkor tényleg beszéljünk is erről. Egy egészen szép, kellemes kis tópartján játszódik ez a klip, amit láthattunk. Mit kell tudni magáról, a forgatásról és erről a projektről? Pápán történt egy nagyon kedves barátunknál. Egyébként azt ajánlom mindenkinek azt a helyet, mert nézzetek utána. Szóval Pápán történt a forgatás Rosta Márk segedelmével. Ő vette fel egyedül az egészet. Egyedül. Tök egyedül. Ő is vágta meg, ő is mindent ő csinált. Úgyhogy szia Márk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Igen, és lementünk, kitaláltuk, hogy legyen ott, lementünk reggel, felvettük és hazajöttünk este. Ez ennyire egyszerű volt. Na és két ilyen energiabomba ereje az nem oltja ki egymást. Nikita, tehát hogy érzed, mennyire harmonikus az alkotásban a munka? Teljesen harmonikus, és mindenben egyetértünk. Hogyha valamiben úgy érzem, hogy nem értünk egyet, akkor megkérdezem a Vivit, hogy vagy százszor szerintem, hogy Vivi, te mit gondolsz erről, és mindenre. Igen, igen, ugyanígy gondolom. Szóval szerencsénkre tök egyszerűen működünk. Egyszerűen működünk. Igen. Stílusát tekintve ez a szám, amit kiadtatok, ez kicsit tényleg réves is, mint ahogy a címe is mutatja, de egyébként ti hogy érzitek, milyen stílusban akartok mozogni bármire, amire felpörög a láb, illetve az ember? Mondjuk azt, hogy ilyen, nem akarom ezt a szót használni, de napraforgó szerűen működnénk, mert ahova elhívnak, igen, olyan zenét csinálunk. De egyébként a techno. Sakk versenyre például. Ez. Például. Akár, lassan, nagyon akár. Ilyen kis jazzt is nyomhatnék akár, de nem fogok. Szóval ez egy ilyen elborult techno, de erről egyébként jobban tudsz beszélni. Kicsit olyasmiban mozognánk, ami mainstream-ebb, de techno. Mert ott jobban érvényesül a dobnak az erején, azt jobban szeretem. És mindkettőtökhöz szól az a kérdés, hogy mennyire játszotok másképp ebben a felállásban, mint egyébként mondjuk Vivi, te rock zenekarban, vagy Niki, teljesen, te, amikor egyedül vagy. Teljesen más. Én R&B-t játszok, meg hip-hopot Pesten, és semmi közöm a technóhoz, de amikor Vivivel elkezdtünk ezen gyakorolni, meg ilyen zenékre dobot gyakorolni, hogy megtanítsa nekem, hogyan kell dobolni, akkor kész, mondom, ez imádom.
nekem rájöttem, hogy el kell mennem edzeni, tehát hogy egy olyan tempó lesz, meg olyan parti csinálás, hogy hát ezzel fel kell kötni a gatyát, és egyébként fogunk is csinálni most egy órás, egy órát egy ilyen live-ektezni fogunk, ezt egy videóra fel fogjuk venni, egy gyönyörű helyszínen, de ezek még ilyen titkos dolgok, amivel majd körülbelül egy májusban fogunk ezzel foglalkozni, ment a felvétel szinten, és aztán majd kihozzuk remélhetőleg elég hamar, még így idén-nyáron. Tehát akkor ez a social media felületeiteken lesz majd látható, egy órás, most még titkosnak mondható videó. Mi a titkos akkor ebben, hogyha most már így elárulhatod? Hát a zene, meg hogy hol, meg hogy miben leszünk, tudod? A legfontosabb. És hosszú távon akkor mit tudtok elképzelni ilyen közös célnak ezek szerint? Fesztiválokon való játszás. Nikita annyira nem akar klubozni, mert mondjuk egy doboz, hogy fér el egy olyan klubba, ahol csak egy DJ pult van, de szerintem külföldre kell elmenni, kicsit tovább kell gondolni ezt a dolgot. Abban, hogy egyébként ezt itt elkezdtétek, volt némi köze ennek ahhoz, hogy neked egy SPD padod lett, amit beszereltél a dob mellé, és ugye elektronikusan is tudsz hangokat előcsalni? Egyébként nem rossz a kérdés, de nem. Nem. Fogok szerezni új kütyüket a dobra, triggereket, amitől alapvetően bele lesz rakva ez az SPD-es X is, amit kérdeztél, de ez akkor lesz sokkal erőteljesebb, hogyha normális dobon játszom, meg látványosan. Így van. Hölgyeim, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. További köszönjük sok sikert. Köszönjük szépen. Sziasztok.